Valamivel több mint 300 néző volt kíváncsi az Eto és a Honvéd Liga Kupa meccsére Győrben, és aki kilátogatott, az sok gólt és helyzetet láthatott. Az első a narancssárgában játszó hazaiak fiatal középpályása Stieber András előtt adódott, akinek a labdája az egyik védőről pattant végül szögletre. Az Eto igyekezett a megszokott taktikai fegyvereivel élni, mélységindítások a középső védőktől, amelyek ha nem járnak sikerrel, azonnali letámadással igyekeznek visszaszerezni a labdát. Egy ilyen szituáció végén került helyzetbe Mervó Bence is, akit a büntető területen belül csak szabálytalanul tudtak megállítani. A megítélt 11-es pedig Dudás Ádám nagy erővel rúgta a kapuba. A 9. percben tehát megszerezte a vezetést az Eto. A hátrányban lévő kispestiek az első negyed óra után kezdtek magukhoz térni, és Mancini akár egyenlíthetett is volna, de a labdát nem lőte, inkább csak pattant róla a kapu felé. Aztán egy pontos szabadrugás kombinációnál Pogacsisnak kellett védenie, a jól helyezett lövés ki tudta ütni a jobb alsó sarokból. Eközben az Eto is próbálkozott, de nem tudta növelni az előnyét. Martinez várt itt túl sokat, így már nem volt helye a pontos beadásra. A hazai szurkolók az első fél óra végén szomorúan tapasztalták, egyenlítettek a piros-feketék. Szabados maradt tisztán és lőtt 10 méterről zicserben, labdája éppen lepattant Pogacsics előtt, majd átpattant a kapuson, és kikötött a hálóba. 28 perc után Eto Honvéd 1-1, ez volt az eredményjelző táblán. Az első félidő utolsó negyed órája aztán ismét az Etoé volt. A bal oldalon a rendre felfutó Dinyár beadását itt Martinez fejelte alig fölé, majd az aratott tapsot, ahogyan a győri fiatalok kihozták a labdát. Wolf ugyanis két újonccal, Nagy Bálinttal és kerékgyártó Dáviddal játszott össze, majd bemondták Stiebert is az akcióba. Remek volt a súlypontváltás és jól érkeztek a társak is, ám Dudás túlságosan alányult, így a kapusnak könnyű zsákmány lett a lehulló labda. Egyre másra futottak a tetszetős támadások, itt éppen Koltai kap egy remek kiugratás, de lövése nem jut a hálóba. A 44. percben aztán újra gólt látott a közönség. Jól lépett ki Dudás Ádám a lesre játszó védők között, és a 16-oson belülre érve nem kegyelmezett, így ismét az Etónál volt az előny. Sőt, a ráadásban még növelhette is volna a csapat, hiszen Martinez jól tekert középre, de a két gólos csatár fejese elcsorgott a kapu és Koltai lába előtt is. A hazai szurkolók biztatása mellett a második félidő hozta meg a harmadik győri gólt. A mérkőzés legjobbja, a végig nagy játékkedve játszó Dudás Ádám mozdult rá egy hosszú beadásra, és szedte össze a labdát, mielőtt az kigurult volna. Megnézte, hogy hol érkeznek a társak, és gyönyörűen Martinez fejére varázsolta a labdát. Az egykori kispesti szépfejese 3-1-re növelte az Eto előnyét. A hazaiak, ha lehet, ezután rátettek még egy lapáttal, és újabb beadásokkal szórakoztatták a közönségüket. Előbb Kamber, majd Farkas Zoltán fejese okozott gondot a kispesti védelemnek, de nagy szerencséjük volt, mert még Koltainak sem sikerült bekotorni a lecsorgó labdát, egyik alkalommal sem. Még 4 óra volt hátra, amikor Pogacsics Krisztiánnak kellett védenie, gyönyörű vetődéssel szedte ki a bal felső sarokba tartó szabadrugást, ám a 82. percben már ő is tehetetlen volt. Ennél a beadásnál ugyanis nem sikerült a védelemnek tisztázni, Traoré fordult be a kapu irányába és tiszta helyzetből be is vette azt. Egy gólra fölzárkoztak a kispestiek. A hajrára pályára lépett első felnőtt mérkőzésen a pár napig még 16 éves Bénes László, majd akkor, amikor már letelt a rendes játékidő, sőt a hosszabbításra kijelölt 3 percnek is már a vége felé tartott, az utolsó szabadrugást ívelték be a kispestiek és ekkor jutottak egyenlítési lehetőséghez. A fejes ugyanis Kamber kezére pattant, a játékvezető pedig habozás nélkül 11-est ítélt. Miután ezt Andrea Mancini gólra váltotta, az Eto és a Honvéd 3-3-as döntetlennel nyitott a Liga Kupa idei kiírásában, vagyis mind a ketten 1-1 ponttal gazdagodtak.